Ahogy jövünk, rendkívüli lehetőségekkel kitárul, egy napon akár olyan dolgokat is megtehetünk, amikről nem is álmodtunk. Mondjuk e-mailben is elküldhetünk egy születésnapi ajándékot bárhová a világba. Ezen az úton haladva azonban kérdések is felvetődnek. Vajon jobb életet hoz-e mindez a számunkra? Az emberiség évezredeken át nagy dolgokat épített, piramisokat, kolosszeumokat, melyek méretüknél fogva azt sugalták, hogy minél nagyobb valami, annál jobb. Most minden idők egyik legnagyobb áttörésének küszöbén állunk azzal, hogy más útra lépünk. Olyan építő anyagokat használunk, melyek minden eddiginél kisebbek. A milliméterkorszak elvezetett az ipari forradalomba. A mikrométerkorszak révén eljutottunk az orvostudomány forradalmához. Most a nanokorszakban élünk. Ebben az új korszakban úgy manipuláljuk az atomokat, hogy mindennapi tárgyakat tervezhessünk és készíthessünk. Ez azt jelenti, hogy kontrolláljuk az anyag szerkezetét. Amióta csak a technika a tudomány részévé vált, megpróbáljuk elérni, hogy a lehető legkisebb mértékben szervezzük meg az anyagot. Miközben megpróbáljuk tárgyakká alakítani az atomokat, az összes fizikai tényezőt figyelembe vesszük, hogy megtudjuk, hogyan zajlik mindez a természetben. Azt szeretnénk megtudni, hogy a természetben hogyan zajlik az önszerveződés, és ugyanezt az elvet alkalmazzuk anyagok előállítására, hogy ugyanazok az atomok és molekulák hasznos anyagokká és struktúrákká szerveződjenek. Önszerveződés, vagyis lehetővé tenni azt, hogy a dolgok önmagukat építsék fel. Nanoméretű eszközöket juttatunk a testbe, melyek sokkal hosszabb ideig kínálnak egészséges életet. A nanotechnológia az energiától a nyersanyagokig segíthet Földünk megóvásában is. Forradalmasít minden mást is az életünkben, a vizet, az élelmet, a ruházatot, az összes fizikai dolgot, amire szükségünk van. Bár az elméleti alap egy ideje már megvan, a gyakorlati alkalmazás még új keletű. A csodálatos jövő lehetőségét e szakterület egyik úttörője előre látta. Nem félek kimondani a nagyszerű jövőre vonatkozó végső kérdést. Mi történik majd, ha az általunk kívánt módon tudjuk elrendezni az atomokat? Leplezetlen jövő. Aprócska forradalom. Az atom. Valamennyi anyag építőköve. A 21. század elején újfajta betekintést nyerhetünk, és új módokat találhatunk, hogy többet is kihozzunk az erejéből. Amikor először rájöttünk, milyen hasznos atombombát készítettünk, de azóta is része életünknek, az energiaellátástól kezdve a fejlődő nukleáris medicináig. Az atom eddig feltérképezetlen területre viszi a tudományt, annak mélyebb megértéséhez, hogy miként használjuk fel. Egy atomot nem lehet arra kényszeríteni, hogy pontosan azt tegye, amit akarunk. Először azt kell megismerni, mit akar csinálni maga az atom. Aztán, ha mindezt már tudjuk, szeliden meggyőzhetjük az atomot, hogy azt tegye, amit mi szeretnénk. Ernesto Józelevics az izraeli Weizmann Intézet kutatója. Munkája során éppen az atomok általa említett meggyőzésével foglalkozik, hogy olyan dolgokat tegyenek és olyan tulajdonságokkal, amiket mi akarunk, és amelyek jobbak a ma ismerteknél. Apró anyagok érdekelnek bennünket, melyek építőkövekként használhatók, kisgépek, eszközök, áramkörök készítésére, és ez az összes anyag ugyanazokból az atomokból és molekulákból áll, mint az élő lények a természetben. A nanotechnológia megkívánja, hogy ellenőrzésünk alatt tartsunk és manipuláljunk olyan parányi részecskéket, melyek 50 000-szer vékonyabbak az emberi hajszálnál. Ez a nanométeres tartomány. Összehasonlításképpen egy nanométer úgy aránylik a méterhez, mint egy játékgolyó a Földhöz. Sok termék, melyben nanorészecskék vannak, már napjainkban is az üzletek polcain állnak. Napvédőköz és minkanyagokhoz használják őket, mert jól tapadnak a bőrünkhöz. A gyorsabb számítógépektől a rozsdaálló eszközökig a gyakorlati felhasználási területük végtelen.
Dr. Ray Kurzweil sokat megjósolt ezen újítások közül. Mint a világ egyik vezető jövőkutatója, Dr. Kurzweil tagja az amerikai feltaláló hírességek csarnokának. A következő forradalom a nanotechnológia forradalma, ahol tulajdonképpen újraprogramozzuk az anyagot és az energiát, és nagyobb dolgokat készítünk, például napelemeket, számítógépeket vagy élelmiszert, ruhát, melyek molekuláris szinten készültek. Noha még nem bizonyosodott be, hogy nagy dolgokat is létre lehet így hozni, szerte a világon sok ország áldoz a tudományra abban a hitben, hogy fontos szerepet tölt majd be az életünkben. Nagyon izgat a dolog. Azt hiszem, egy új korszakba léptünk be. Egészen más méretekben ismerjük meg az anyagokat, már manipulálni tudjuk őket. Ez pedig hatalmas előnyökkel jár majd. Kanada a világ egyik vezető országa, ahol nanotudománnyal foglalkoznak. Az Edmontoni Nemzeti Nanotechnológiai Intézet főigazgatója, Dr. Nils Peterson rendkívül kíváncsi az előnyökre, épp úgy, mint a kihívásokra. Azt hiszem fontos, hogy mindig legyen hosszú távú elképzelésünk, akár megvalósítható, akár nem. Számunkra rendkívül fontos, hogy az ilyen látnoki képességű emberek kifejtsék elképzeléseiket. Nagyon fontosak, mert inspirálnak, de ugyanakkor figyelmeztetnek is bennünket. Szeretünk építeni, és ilyen vagy olyan módon mindig is építettünk, és eszközeink jó része gyárakban, üzemekben készül. Érthető, hogy sok ember nehezen fogja fel azt az elképzelést, hogy az atomok megszervezik önmagukat, különösen úgy, hogy nem is látjuk ezeket a parányi építőelemeket. Az elképzelés az, hogy egyszerre nem egy molekulát kell megalkotni, hanem mindezt párhuzamosan kell végezni, egyidejűleg trilliónyi műveletet, és így létrehozni nagyon összetett fizikai objektumokat a bevitt anyagokból. Fajunk történetét nagy vonalakban leírhatjuk az általunk felhasznált anyagokkal. Az évek során képessé válunk arra, hogy még érdekesebb anyagokat fejlesszünk ki. A New Yorki Egyetemen dolgozó Ned Seaman professzor számára ezek az úgynevezett érdekes anyagok a DNS molekulában találhatók meg. Seaman nanotechnológia iránti szenvedélyes érdeklődése már akkor megvolt, mielőtt maga a fogalom megszületett volna. Nem hiszem, hogy már ismertem az önszervezés kifejezést akkor, amikor egyszer azt mondták nekem, hogy nanotechnológiát művelek. A reakcióm pedig hasonló volt Monsieur Jordanéhoz, akinek egyszer szóltak, hogy unalmasan beszél. Mire ezt mondta, ó, unalmasan beszéltem, milyen csodálatos! Seaman, aki a nanotechnológia terén végzett kutatásaiért megkapta a Feynman díjat, kezdetben kristályokkal foglalkozott, és ezután fordult a DNS felé. Mindegyik tökéletes természeti struktúra példáit mutatta, amiket másolni és manipulálni lehet. Kísérleteinek eredményei komoly lehetőségeket ígérnek, bár még nem annyira elragadóak, mint mások előrejelzései. El tudjuk képzelni, hogy készíthetünk molekuláris szinten mondjuk páncélinget. Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan a középkorban is készítettek ilyet az emberek. Ernesto Jozelevics a világ másik felén laboratóriumában másfajta megközelítést alkalmaz. Egy fa vagy bármilyen élőlény megszervezi önmagát. Megpróbáljuk megtudni, hogyan végzi ezt a természet, aztán ugyanezt alkalmazzuk bizonyos dolgok gyártásához. Dr. Jozelevics azon tudósok egyike, akik szén-nanocsöveket készítenek. Olyan eszközöket, amik hatalmas mértékben fokozzák a ma ismert anyagok teljesítményét. Nagyon parányi, szénből készült csövekről van szó. Ezek a legerősebb anyagok a Földön. Még a gyémántnál is keményebbek. Felhasználhatók tranzisztorok vagy új anyagok készítéséhez. Az első kísérletek során kezdetleges lineáris cső született, mely korlátozott tulajdonságai miatt nem volt alkalmas struktúrák építéséhez. A haladás lassú volt és nehezen kivitelezhető. A tudományban és a technikában mindig adódnak meglepetések. Nem tudtuk pontosan, hogyan is történt a kezdet-kezdetén, de egy napon láttam, hogy a 3 éves kisfiam spagettivel játszik. A tányérjára dobta a spagettit. És megmutattam, hogy ha a spagetti leesik, megcsavarodik és szerpentinszerű alakot ölt, nagyon hasonlóan ahhoz, amit a kutatás során csináltunk. Ez az eset többet is hozott, mint a kísérletek fejlesztése iránti kíváncsiságot. Arra is példaként szolgált, hogy emlékeztesse mindenkit, a felfedezések a maguk idejében születnek meg. Követnünk kell a kíváncsiságunkat.
Szabadnak kell lennünk, hogy mozogjunk, amíg rá nem találunk valamire. Egy tányér spagettinél és a szabadságnál több kell majd ahhoz, hogy az önszerveződés nagy méretekben megvalósuljon, bár a technológia elemeit már használják, például teniszütők és kerékpárok erősítéséhez. Rengeteg haladást kell még elérnünk azon az úton, hogy megmondhassuk az atomoknak és a molekuláknak, hogy mit tegyenek. Ez bizonyára nagyon futurisztikusan hangzik. Az ember megtanulja, hogy ebben a világban soha sem mondja azt, hogy soha. De másrészt azt is figyelembe kell venni, mi reális, és mi várható a belátható jövőben. Azt mondták, nem lehet megcsinálni, de íme, itt van. Bemutatom a hordozható nanogyárat, más néven a bármilyen dolog dobozt. Csak töltse le bármelyiket a 20 000 termékprogramunkból, és rövidebb idő alatt, mint hogy elszállítanánk egy üzletig, már is készen áll az ön saját kommunikátora, folyadéktárolója, vagy akár a kenyérpirítója. Hogy ez futurisztikus? Csak ugyan, de segít megmagyarázni Ray Kurzweil elméletét, vagyis hogy a gyártás az információs korszak részévé válik. Jelenleg elküldhetek valakinek e-mailben egy információs fájlt, amiből az illető filmet, hanganyagot vagy könyvet készíthet, de ezek fizikai termékek. A jövőben el tudok küldeni e-mailben egy blúzt, vagy ételt, vagy modult, melyből házat építhet. Beteszi a saját számítógépes nanogyárába, ami olyasmi lesz, mint egy nyomtató, csak éppen háromdimenziós dolgokat fog nyomtatni, úgyhogy kiprintelheti a blúzt, amit elküldtem e-mailben. Nem tartom valószínűnek, hogy egy e-fajta doboz az én életemben megvalósulna. De talán a következő évszázadban igen. A nanokorszak túlmegy minden erőfeszítésünkön, hogy kontrolláljuk és anyagi javakat állítsunk elő. Egy önmagában való univerzum, csak úgy, mint testünkben a biológiai univerzum. Ennek a forradalomnak talán az egyik legnagyobb haszna a fizikai létünkre gyakorolt hatása lesz. Életünk során csak nem mindegyikünket megtámadnak betegségek, és az esetek többségében ezek felelősek minden természetes halálért. Az emberiség olyan jövőbe lép, melyben mindezt megpróbáljuk megváltoztatni. Az emberi sejteket és a nanotechnológiát egy közös jelleg köti össze, a parányi méretekben. E kettő közti lehetséges kapcsolatokat nézve reménykeltő eredmények várhatók. Szoros a kapcsolat a nanotechnológia és a biotechnológia között. A biológiában minden a kölcsönhatásokról szól a nanométerek szintjén is. Talán eljön az idő, amikor csak beveszünk egy kapszulát, melyet nanobotokkal töltöttek meg. Ezek nanoméretű roboteszközök, melyek képesek lennének olyan orvosi feladatok végrehajtására, amelyek ma még nem lehetségesek. A biotechnológiát az információs technológiával ötvözve egy kis csipet kapunk, amit be lehet ültetni. A diagnosztikus eszközök terén ez már megvalósult. Rutin eljárás lesz milliók, majd milliárdok számára. A nanorobotok a vérsejt méretű eszközök belülről, a vérkeringésünkben tartanak bennünket egészségesen. Kijavítják a DNS hibákat, sejtszinten javítják meg a szerveinket, molekuláris és sejtszinten egészségben tartanak bennünket. Kurzweilnek igaza van ebben az értelemben, és hogy mit tudunk megtenni attól függ, hogy mi mozgat bennünket. Ha lesz elképzelésünk, akkor lesz kapacitásunk is, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk. Némely aspektusa nagyon nehéz lesz, tudományos és technikai értelemben egyaránt, de az alapelvek megvannak. Az igazán aktív eszközökhöz, melyek ténylegesen hatnak a testünkben és az orvosi gyakorlatba kerülnek, azt hiszem, még legalább 10-15 év szükséges. Ezen aktív eszközök némelyike elméleti szinten különféle programokat fog tartalmazni, amik bizonyos fokú önvezérlő intelligenciát jelentenek. Feladataik lesznek például olyanok, hogy beépített szenzoraikat használják a mutálódó sejtek megtalálására és megtámadására, míg a test más részeit hagyják egészségesen növekedni. Elképzelhető, hogy készíthetünk majd olyan eszközöket, amelyek azonosítják a rákos sejteket és elpusztítják őket, anélkül, hogy más sejtekben kárt tennének. Egy vérsejt méretű műszer a felszínükön lévő endogén alapján ténylegesen is képes kimutatni a rákos sejteket. Felismeri és elpusztítja őket. A forradalomnak még nagyon korai szakaszában járunk. Kipróbáltuk például a nanoezüst részecskék alkalmazását a testben antibakteriális hatásuk miatt.
Most az a kérdés, hogy biztonságos-e vagy sem. Sok erőfeszítés történik az ezüst nanorészecskék hasznos tulajdonságainak alkalmazására. Ha megvannak az elvárt hatásai, vajon vannak-e más biológiai hatásai is? A nanorészecskék kifejlesztése során óvatosnak kell lennünk e komplex rendszer megértésében. Nem félek kimondani a nagyszerű jövőre vonatkozó végső kérdést. Mi történik majd, ha az általunk kívánt módon tudjuk elrendezni az atomokat? Talán még azok sem ismerték fel, hogy egyszer a bolygónk javát is szolgálhatja, akik eredetileg kifejlesztették a nanotudományt. A forradalom megszámlálhatatlan módon fogja javítani környezetünk állapotát, például úgy, hogy kiszűrhetők általa a mérgek, vagy új utak nyílnak életünk erősítésére. Ismerve az atom bizonyos elrendeződéseit, azt, hogy jobban vezeti az elektromosságot, mint bármilyen eddig kitalált dolog, így akár a napból is nyerhetünk elektromos áramot. Már vannak alkalmazott formái a nanotechnológiának, például a napelemek esetében, úgyhogy ha befogjuk a napból a földre érkező sugárzás 1/10000 részét, akár a teljes energiaszükségletünket is kielégíthetjük, és mindezt a nanotechnikával készülő napelemek segítségével. Már csaknem 1000 féle olyan fogyasztási cikk kapható, ami nanorészecskéket tartalmaz. De vannak aggodalmak is amiatt, hogy ilyen parányi, ember által készített részecskéket szabadítunk a világra. Fel kell ismernünk, hogy az anyagoknak vannak bizonyos tulajdonságai, melyek megértése hosszú időt igényel. Az ipar is előállított új anyagokat a háztartások számára. Ilyen például az aszbesztcement tetőfedő, mely arra készült, hogy biztonságosabb és tartósabb legyen. Természetes volt, hogy a tudósok az aszbeszthez, egy csodálatos ásványhoz fordultak. Kicsiny, de egyedülállóan erős, rugalmas rostokból áll. Tudtuk, hogy az aszbeszt egy nagyon különleges felépítésű anyag, ami egészségkárosodáshoz vezetett. Most pedig új részecskéket készítünk, melyek hasonló gondokat okozhatnak az embereknek. E szakterület egyik legragyogóbb elméje Niels Peterson munkatársa Bob Volkov. Vannak nagyon-nagyon kicsi részecskék, melyeknek egyedülállóak a tulajdonságai, így ha ezeket kiengedjük a környezetbe, az aggodalomra adhat okot. A nanorészecskék és a lehetséges mellékhatások milyen károkat okozhatnak, ha belélegezzük vagy lenyeljük őket? Olyan probléma ez, amellyel a társadalomnak még meg kell birkóznia. Jobban meg kellene ismernünk a nanorészecskék hatásait. Azt is tudnunk kellene, hogy milyen etikai problémák merülhetnek fel velük kapcsolatban. A bennünket védő nemzetközi szabályozások nem tartanak lépést a találmányokkal és a piacra kerülésükkel. És még csak a nanokorszak fejlődésének az elején tartunk. Ha a nanotechnikát vegyítjük más fejlett technológiákkal, például a robotikával vagy a mesterséges értelemmel, a nano önálló életre kelhet és önreprodukálóvá válhat. Végül lehetővé válik olyan nanorobot készítése, ami kikerül a természeti környezetbe, anyagot gyűjt és megépíti önmaga másolatát. Ennek révén egy nem biológiai jellegű betegség keletkezhet. Ilyesmi évekig volt a tudományos fantasztikus filmek témája. Ez az a valami, ami megölte a doktort. Szóval, mi volt az? Olyan volt, mint egy tömeg, ami csak egyre nagyobb és nagyobb lesz. A Massa című film megdöbbentette a közönséget, mely abban az időben, 1958-ban úgy vélte, hogy az ilyen borzalom csak kitaláció. Élve fal fel. Amikor Michael Crichton megírta a Préda című regényét, a kontrollálatlan nano belépett a populáris kultúrába valamiféle szürke ragacs képében, ami pusztasággá alakíthatja át a világunkat. Pusztítást okozna. Néha szürke ragacsként említik, mert a biológiai dolgokat, így például az embereket is szürke ragacsá változtatja. Az nem biztos, hogy tényleg szürke, de pusztító lenne. Legjobb szándékaink szerint továbbra is arra törekszünk, hogy a nanotechnológia életünk részévé váljon. Ám még sok kérdés marad függőben. Megtegyük, ne tegyük meg. Az emberek ilyen kérdéseket tesznek fel. A tudás sosem ártalmas, így aztán a lehető legtöbb ismeretet kell felhalmoznunk. Az etikai vonzatok közé tartozik, hogy megpróbáljuk egy kicsit jobban megérteni a tudomány hatásait. E tudomány hatásai rendkívüliek lesznek. Mégiscsak kevesen tudják, hogy mi lesz a valódi végkimenetel.
Nem tudom megmondani, mi fog történni 100 éven belül. Fogalmam sincs. Még azt sem tudom, hogy a következő 10 év mit hoz. Csak azt mondhatom, hogy az embernek állandóan ismernie kell a társadalmi hatásokat, és hogy ezek hova vezetnek. Bízom benne, hogy az élet sokkal jobbá válik. Van remény arra, hogy a Föld valamennyi lakójának ugyanolyan jó életet tudjunk nyújtani, mint a nyugati világban élőknek. Azt hiszem, van lehetőség az ember számára, hogy másfajta életet éljen. Nehéz előre jelezni, és azt is nehezen tudnám megmondani, mennyire leszünk mások. A nanotechnológia megmutatja, hogy a legnagyobb forradalmak némelyike a legkisebb tartományokból indulhat el. És mindez a szemünk előtt játszódik majd le. Ahogy egyre többet és többet tudunk, látjuk, hogy képzeletünk mennyire korlátozott. Tisztelettel kell a jövőben történő eseményekhez viszonyulni. Ha megismerjük, hogyan kapcsolódnak össze ezek az atomok, bármit megtehetünk. Narrátor Vicián Ottó. Magyar szöveg Németh Géza. Szerkesztő Lerner János. Hangmérnök Kalmusz Felicián. Gyártásvezető Gémesi Krisztina. Szinkronrendező Nándori István. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Valger Zsófia.